Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves dombóváriak és a környékből érkezettek! Úgy illendő, hiszen vasárnap választás van, hogy mielőtt az utolsó nagy ütközethez fölvonulunk, vasárnap előtte tartsunk egy seregszemlét, hogy lássuk, hogy itt van-e mindenki. Úgyhogy föl az ászlókat és föl a táblákat, hadd lássuk! Hadd lássuk és hadd mutassuk meg az elszántságunkat! Tisztelt hölgyeim és uraim! Most tegyék le, mert nem látjuk egymást. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel megköszönjem, hogy meghívtak ide, és okát is adjam, hogy miért éppen Dombóvárra jöttem a mai napon, hiszen oly sok város van még ebben az országban, ahol legalább ennyien összegyűltünk volna, ha oda visz bennünket a jó szerencse. No hát ezért jöttem ide, mert 2010-ben önök már egy nagy szerencsét hoztak nekem, hiszen itt jártam a 2010-es kampányban is, és 2010-ben nagy győzelmet arattunk. Emlékszem, hogy az akkor jelöltünkkel két helyen is jártunk. Voltam egy szikvízüzembe, egy kis vállalkozónál, egy derék magyar ember próbált ott talpon maradni, Isten éltesse, ha itt vannak, jó napot kívánok. És jártam egy varrodába is, ahol a hölgyekkel találkoztam, és ott egy fontos bejelentést tettünk, ami szerintem befolyásolta a 2010-es választás eredményét. Itt Dombóváron, abban a varrodában jelentettük be, hogy ha megkapjuk önöktől a bizalmat, akkor azok a nők, akik 40 éves munkaviszonnyal rendelkeznek, az életkortól függetlenül elmehetnek nyugdíjba. Abban a varrodában úgy éreztem, hogy sokan vannak a híveink, de úgy láttam, nem mindenki hitte el, hogy ez így is lesz. És nem ok nélkül voltak bizalmatlanok, mert ritka az, amikor ilyen fontos dolgot egy választási kampányban megígérnek, és utána be is tartják. Legyünk büszkék arra, hogy ezt a nagyon fontos és nagyon nehéz ígéretünket, amit bátran és őszintén tiszta szívből ajánlottunk meg, 2010 után valóra tudtuk váltani, és köszönjük meg a magyar embereknek, hogy olyan gazdasági teljesítményt nyújtott az ország 2010 után, hogy a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíj lehetőségét a hölgyeknek nem csak felajánlhattuk, hanem az ígéretünket be is tarthattuk. Tisztelt hölgyeim és uraim, van még néhány ok, amit számba vettem, amiért éppen úgy jó, hogy most itt vagyok önökkel. Először is azt olvastam valahol, hogy 1970. április 1-én nyilvánították Dombóvárt városnak. Ennek éppen évfordulója van. Isten éltesse Dombóvárt, és Isten éltesse Dombóvár város lakóit. Azt is tudják nyilván, hogy egy választási küzdelemben a legfontosabb dolog a küzdeni tudás és a kitartás. És Dombóvár városának van néhány nagyszülöttje, akik ebből leckét adnak nekünk. Itt látom, olvashattam, hogy Buzánszky Jenő bátyánk is itt látta meg a napvilágot. És Rózsa Norbert is, aki egy olimpiai bajnok a úszásból. Kedves dombóváriak, Isten éltesse őket is. És látom, hogy a gimnázium meg Illyés és Gyuláról van elnevezve. Néztem, hogy ez vajon miért van így, hiszen ő Fejér megyében született, ha jól emlékszem, de ide járt iskolába. Bár azt írta, hogy a tájszólás vagy tájbeszédje miatt itt elég sokat ugratták őt, de végül is szépen ír erről a városról, és van egy mondata, amit szerintem minden magyarnak, aki a közéletben szerepet vállal, érdemes megtanulnia. Azt írta, hogy magyar én előttem az, aki nem bírja a homályt sem a börtönben, sem a gondolatban. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az is egy fontos dolog, és engedjék meg, hogy a mostani lehetőséget kihasználjam. Megköszönjem önöknek, hogy lehetővé tették, hogy a Kossuth szobrot lemásoljuk. Ugyanis viszonyára emlékeznek rá, hogy a budapesti, mondjuk úgy, hogy a nemzet főterén, a Kossuth téren álló Kossuth szobrot ide menekítették önökhöz. Szeretném megköszönni, hogy önök vigyáznak az eredetire. Kérem, hogy vigyázzanak a jövőben is, és köszönöm, hogy megengedték, hogy lemásoljuk, és így ennek a szobornak a másolata, Dombóvár is adott valamit Pestnek, mint látják, ott állhat a parlament előtti téren. Tisztelt hölgyeim és uraim, végezetül a legfontosabb ok, amiért idejöttem, hogy elmondjam önöknek, hogy nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő. Ez az én mostani jelmondatom ebben a választási kampányban. Tisztelt hölgyeim és uraim, természetesen nem lehet elkerülni egy választási kampány során valami fajta számadást. Ugyanakkor hosszú lenne az a lista, amelyben felsorolnám,
itt önök előtt, hogy mi mindent végeztünk az elmúlt 4 esztendőben. Ráadásul a magyar ember számára az eféle beszámoló kényes dolog. 2 iskola is van a magyar emberek fejében. Az egyik irány azt mondja, hogy saját magunk dicsérete olyan fontos, hogy nem bízhatjuk másra. A másik iskola azonban azt mondja, hogy az öndicséret meg nem szép dolog, úgyhogy inkább szerényen és visszafogottan. Hát én megpróbálom ezt a kettőt most itt ötvözni. Nem a saját lovamat akarom dicsérni, hanem inkább segíteni akarok önöknek meg minden magyarnak, hogy bizakodva tekinthessen a jövőbe. Ezért érdemes elmondani, hogy mi mindenre voltunk képesek, legalább a fontosabb dolgokat megidézve az elmúlt 4 évben. Ez nem azt jelenti, hogy okunk lenne az elégedettségre. A magyar politikában hosszú ideig még azt a szót, hogy elégedettség nem érdemes használnunk. Emlékezhetnek rá, hogy 1990-ben, a rendszerváltás utáni első másfél évben elvesztettünk 1,5 millió munkahelyet. Magyarországon 1989-90-ben még 5,5 millió ember dolgozott. És most vért kellett izzadnunk, láthatták az elmúlt 4 évben, hogy elérjük, hogy legyen annyi munkahely, hogy legalább 4 millió ember legyen képes újra dolgozni. Ilyen körülmények között, ilyen történelmi előzményekkel, amíg az 5 millió munkahelyet el nem érjük, javaslom, hogy az elégedett szót ne is használjuk. Ráadásul a magyarnak nem is nagyon megy ez, mármint hogy elégedett legyen a kormányával. Én is azt szoktam mondani, hogy szeretném én látni azt a kormányt, amelyikkel meg vagyok elégedve. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mégis a dolog az úgy áll, hogy ezért említsük meg, hogy például Dombóvár esetében az a döntés, hogy minden magyar falut és minden magyar várost kiváltunk az adósságból, az Dombóvár város esetében az 1 milliárd 954 millió forintot jelentett. Ennyi adósságot vettünk le az önök válláról, és vittük el innen Dombóvárról. Szeretném megemlíteni önöknek, hogy létrehoztunk 250 ezer új munkahelyet. Ezt annak fényében érdemes látnunk, hogy a megelőző 8 évben pedig, mármint a szocialisták kormányzása alatt megszűnt több mint 200 ezer munkahely. Szokták azt is mondani, hogy a közmunka tette ezt lehetővé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hajrá! Ez igaz, de én szeretném elmondani Dombóváron, hogy a közmunkát meg kell becsülni. Nagyon sok olyan polgártársunk van, nagyon sok, nem is tudják talán elképzelni, hogy mennyi, akik 5, 10 vagy éppen 15 év óta egyáltalán nem dolgoztak. Vannak olyan családok, ahol úgy nőnek föl a gyerekek, hogy 5, 10, de lehet, hogy 15 éve nem látták volna azt, ami oly sokunk számára természetes, hogy reggel fölkelünk, összeszedjük magunkat, és elmegyünk dolgozni. Ezért nagyon fontos, hogy kaput nyissunk mindenkinek a számára, az ilyen emberek számára is, kaput nyissunk a munka világába. Ezért a közmunkát meg kell becsülni. Hasonlóképpen szeretném elmondani önöknek azt, hogy nem csak megbecsülni érdemes, hanem érdemes egy pillantást vetni arra, hogy maguk az érintettek, akik korábban segélyből éltek és most közmunkából élnek, hogyan gondolkodnak mindenről. És az elmúlt 4 év az árvíz mellett, ami a talán a legnagyobb közös tettünk volt. Az árvíz mellett a másik legmeghatóbb dolog, ami engem is szíven szokott ütni, az a körülmény, hogy azok az emberek, akikről egyébként oly sok rosszat mondanak, mert már nagyon régóta nem dolgoztak, amikor kinyílik a munka lehetőség és van közmunka, sorba állnak a közmunkáért. Elmennek és dolgoznak, és való igaz, hogy 2-3-szor annyit kereshetnek, mintha otthon várták volna a segélyt. A közmunkát tehát, és az így előállított 250 ezer munkahelyet szerintem meg kell becsülnünk. Azoknak is, akiknek egyébként van munkájuk, mert ha nincs közmunka és nincs olyan megélni, akkor a biztos jövedelemmel rendelkező emberek biztonsága sincs meg. Ezért mindannyiunknak az az érdeke, függetlenül attól, hogy éppen jobb módúak vagyunk, vagy szegényebbek, jó módúan élünk, vagy szerényebben élünk, hogy ne legyen Magyarországon olyan kétségbe esett ember, aki végül a bűnözés útjára lép. Ehhez pedig munka, munkalehetőség kell, ha kell, akkor közmunka. Szeretném megemlíteni önöknek azt is, hogy volt itt egy rezsicsökkentés, illetve ma április 1-e van, épp a 3. rezsicsökkentés kezdődik a mai napon, a gáz ára csökken. Ez önmagában is egy derék dolog, mert én mióta az eszemet tudom, és ha rám néznek, láthatják, hogy ez elég hosszú idő. Már nem a 89-es énem áll itt. Sok gyerek, sok kiló. A dolog tehát mégiscsak úgy áll,
hogy mióta az eszemet tudom, sohasem kezdődött úgy év, hogy a szüleim ne arról beszéltek volna, hogy minek megy majd föl az ára, és hogyan fogjuk azt kibírni. Még a Kádár rendszerbe sem, amit népbarát rendszernek szoktak beállítani, sem fordult elő, hogy a rezsit csökkentették volna. Ha ezt összevetik azzal, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a megelőző 8 évben a szocialistákat pedig 15-ször emelték föl, akkor jó okunk van, hogy megbecsüljük ezt az eredményt. Tisztelt hölgyeim és uraim, a családok ügyében is, a családok ügyében is kell mondanom néhány szót önöknek, bár Potápi Árpád képviselőtársam az előbb itt erről beszélt, de nem győzöm aláhúzni, hogy az ország jövője, mindannyiunk jövője, az életünk értelme és a munkánk értelme is a gyermekeinkben van. Ezért a család a legfontosabb dolog. És amikor megadatott a lehetőség 98 és 2002 között, mi be is vezettük a gyerekek után járó adókedvezményt és jó néhány családtámogatási elemet, amit az elmúlt 8 évben, 2010 előtti 8 évben pedig megszüntettek. Mikor most önök bizalmat szavaztak nekünk is, visszatérhettünk, ismét bevezettük a gyermekek után járó adókedvezményt, az adózás családi alapra helyeztük, visszaadtuk az elvett egy évnyi gyedet, bevezettük a gyedextrát, és mindent megteszünk, ami emberileg és közgazdaságilag lehetséges, annak érdekében, hogy a családok Magyarországon boldoguljanak. Amikor elmennek szavazni, erről se feledkezzenek el. És az idősekhez is szeretnék szólni, mert az időskor biztonsága Magyarországon egyáltalán nincsen garantálva, és én jól emlékszem, hogy a szocialisták 8 évében elvettek egy havi nyugdíjat az emberektől. Mi pedig megígértük, hogy meg fogjuk védeni a nyugdíjakat, és a rezsicsökkentés segedelmével talán valamit sikerült is visszaadnunk, és most is vállaljuk, hogy az időskor méltóságához szükséges biztonságot meg fogjuk adni szüleinknek és nagyszüleinknek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Egy választási kampányban és összejövetelkor, bár nyilván az ország a legfontosabb, meg saját magunkról kell elsősorban beszélni, de nem kerülhető el, hogy valamit mondjunk az ellenfeleinkről is. Nos hát, az első dolog, amit szeretnék az önök figyelmébe ajánlani, hogy biztos észrevették, hogy amikor nem ők nyernek, akkor szerintük nem tisztességes a választás. Úgy tűnik, csak az a választás lehet tisztességes, amit ők nyernek. Aztán azt is megfigyeltem, hogy ha nem ők nyerik meg a választást, akkor oda a demokrácia is. Amíg ők kormányoznak, demokrácia van, amikor nem ők kormányoznak, az hirtelen elpárolog. Tisztelt hölgyeim és uraim, figyelem a gyűléseiket is. Az a benyomásom alakult ki, hogy nincsenek velem megelégedve. Azt látom, hogy agresszívek, átkozodnak, eszeveszett gyűlölettel beszélnek. Ez ilyen szabad név fél órára emlékeztető összevetel inkább, amit tartanak, hogy az ellenséget, az osztály ellenséget gyűlölni kell, és egymást a gyűlölettel próbálják lelkesíteni. Tisztelt hölgyeim és uraim, ugyanakkor a másik oldalon nagyon fontos, hogyha mi beszélünk is róluk, semmiképpen se így tegyük. Fontos, hogy ránk továbbra is jellemző maradjon a józan ész, az országépítés iránti elkötelezettség, az összefogás, hiszünk a szeretet és az összefogás erejében, emlékeznek rá még 2002-ből, maradjon meg a tisztelet kultúrája és a haza szolgálata. A helyzet úgy fest, és annélkül, hogy meg akarnánk bántani az ellenfeleinket, mondjuk ki nyugodtan, a helyzet úgy áll, hogy mind a kettőnknek, nekik is és nekünk is van szenvedélyünk. Az ő szenvedélyük a gyűlölködés, a mi szenvedélyünk pedig Magyarország. Tisztelt hölgyeim és uraim! Mint látják, pártok neveit nem emlegetem, most se fogom, de van olyan magyar politikai erő, amelyik meg azt javasolja, így a választások előestéjén, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. És azt javaslom, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy álljunk itt meg egy baráti szóra. Kevés embert ismerek, aki több személyes támadás ért volna Brüsszelben, mint éppen saját. És nekem elhihetik, hogyha bár sok hely van a szívemben, hogy azért a brüsszelieknek egy kicsi helyet tartok csak fönn. És erre minden okom meg is van. És a józan ész is pontosan azt mondatja velünk, mint legutóbb is hallhatták, azért az még sincsen rendjén, hogy azt is meg akarják nekünk mondani, hogy az akácfa nőhet-e Magyarországon, vagy ne nőhessen. Tehát nyilvánvaló, hogy az Európai Unió tele van bornírt, félre sikerült szabályozásokkal. De, tisztelt hölgyeim és uraim, ez nem ok arra, hogy
fejjel menjünk a falnak. Sőt, azt mondom, hogy sehogy se menjünk a falnak. A józan ész ne dobjuk, ne vágjuk sútba. A dolog az úgy van, hogy az Európai Uniós tagság nekünk összességében minden nehézséggel együtt is inkább lehetőségeket tartogat. És pénzvilág mindig lesz, és multik mindig lesznek, és bürokraták is mindig lesznek, akkor is, ha mi nem vagyunk ott. És mindig meg kell majd küzdeni a pénzvilággal is, a multikkal is, meg a bürokratákkal is. A kérdés az, hogy mikor tudunk jobban megküzdeni velük, mikor tudjuk jobban megvédeni a hazai érdekeit. Az én álláspontom az az, és egykor magam is sportember voltam, hogy csak azt a meccset tudjuk megnyerni, ahol fölmentünk a pályára. Ha benn maradunk az öltözőben, nem tudunk nyerni. És aki nem ül az asztalnál, tisztelt hölgyeim és uraim, mert a politika világa ilyen, az ne lepődjön meg, ha fölkerül az étlapra. És ez a helyzet az Európai Unióval, tisztelt hölgyeim és uraim, a kritikák indokoltak és jogosak, de ott kell lennünk, ki kell állnunk magunkért, és meg kell küzdenünk a magyar nemzeti érdekekért. Ne hallgassanak azokra, akik azt akarják mondani, hogy jöjjünk ki onnan. És végezetül van itt még egy dolog, amiről szeretnék szólni önök előtt. Ezek az esélyek. Mert egy választás előtt az esélyekről is kell beszélni. Őszintén és komolyan, ahogy illik hozzánk. Persze vannak, akik azt tanácsolják, hogy mondjuk azt, hogy kiélezett a küzdelem, és hogyha nem megy el mindenki, akkor veszítünk. A küzdelem ma nem kiélezett. Sőt, nagyon sok embernek az érzése van, hogy ez már mintha eldőlt volna. És a kampány is már inkább csak ilyen rétes tészta. Ezért jöttem azzal a mondattal önökhöz, hogy nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő. Nem tudom tehát, hogy most éppen hogyan állnak az erőviszonyok. Való igaz, hogy mi vagyunk az esélyesek, a csillagok szépen vannak elrendezve, de az igazság az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy önök közül hányan mennek majd el vasárnap szavazni, és hogy önök hány embert visznek el a munkatársaik közül, a családból, vagy éppen a szomszédságból. Minden egyes szavazatra szükségünk van, mert nagy győzelem, nagy jövő, kis győzelem, kis jövő, tisztelt hölgyeim és uraim! Ami az esélyt illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, van a magyarokban egy nyilván a történelem által belénk plántált kis hitűség, és ezért ez ilyen furcsa módon nyilvánul meg. Van az a kifejezésünk például, hogy nyomasztja az esélyesség terhe. Engem az esélytelenség terhe szokott nyomasztani, tisztelt hölgyeim és uraim, mert esélyesnek lenni jó. Az esélyesség azt jelenti, hogy még az ellenfél is úgy látja, mi vagyunk közelebb a győzelemhez. Miért kéne ettől félni? Ezt bátran bevallhatjuk. Ma így áll a helyzet. Nem lotton nyertük az esélyességet, keményen megdolgoztunk érte, mindannyian. Egész Magyarország megdolgozott azért a lehetőségért, hogy most folytathassuk. De vigyázat, tisztelt Dombóvárék, az esély az nem azonos a győzelemmel. Olyan esély, ami saját magát váltotta volna még be, nem volt. Az esély az önök lehetősége, a mi közös lehetőségünk. Azt nekünk kell beváltani. És láthatták, nem az első kampányt csinálják végig, gondolom én. Ez nem egy diadalmenet. Egy kampányt végigcsinálni, az kutya kemény munka. Apró munka. Monoton munka. Tűrni kell. Kopogtatni, menni, beszélni, érvelni és győzködni. Ez egy ilyen munka, tisztelt hölgyeim és uraim. Ha elvégezzük, beváltjuk az esélyt. És lesz győzelem. Nagy és fényes győzelem lesz. Ha nem végezzük el, talán még úgy is nyerhetünk. De akkor csak annyit fogunk kapni, amennyit megérdemlünk. És valljuk be, mi egy kicsit többet szeretnénk annál, mint amennyit megérdemlünk. Azt akartam tehát mondani önöknek, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy dolgozni kell. Az egyik munkatársam azt mondta, hogy még 5 nap, és addig már csak egyet alszunk. És ez így is van. Azt kérem önöktől, hogy húzzák, ameddig csak bírják. Menjenek, kopogtassanak, érveljenek és beszéljenek. Tisztelt hölgyeim és uraim, nagy győzelem, nagy jövő. Megcélozzuk, ha nagy győzelem lesz a teljes foglalkoztatottságot. Ambíciózus dolog. 3-4%-ig akarjuk visszaszorítani a munkanélküliséget, meg fogjuk célozni a biztos időskort, és meg fogjuk célozni, hogy még tovább erősíthessük a családok támogatási rendszerét. Tisztelt hölgyeim és uraim, ehhez az kell, hogy önök elmenjenek. Ez a pillanat, amikor szeretnék személyesen is köszönetet mondani. Ritkán beszélünk így egymással,
és egyébként is az érzelgősség sem kenyerünk, mégiscsak férfiak volnánk, különösen az asszonyok Magyarországon. Azért ők a leginkább kemények. Úgyhogy négy évente egyszer elég is erről beszélni, de én most szeretnék önöknek személyesen is köszönetet mondani. Mert kétségkívül az nem baj, hogyha a kormányfő nem egy gyáva fickó. Az is úgy van jól, hogyha egy kemény, erőteljes és teherbíró kormánya van az országnak. De ez így mind együtt is kevés lett volna ahhoz, hogy az eredményeknek akár csak a töredékét is elérjük az elmúlt négy évben. Csak azért érhettünk el eredményeket, mert akinek az volt a dolga, hogy küzdjön, mindig ott érezhette a háta meget az önök támogatását. Én mindig tudtam, bár nem voltam 2010 óta Dombóváron, de én mindig tudtam, hogy a dombóváriak többsége támogatja azt a munkát, amit végzek. Ott vannak mögöttem, bíztatnak, izgulnak értem. Ezért szeretnék megköszönni minden támogatást, bíztatást, hátbaveregetést. Szeretném megköszönni az imákat, egyáltalán mindent, ahányszor csak velem gondoltak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, erre az összetartásra szükségünk lesz a következő hétvégén is, vasárnap is. Volt egyszer Angliának egy miniszterelnöke, aki asszony volt, nem volt túl jó véleménnyel a férfiakról, és egyszer azt találta mondani, hogy ha azt akarod, hogy egy dologról sokat beszéljenek, akkor bízd egy férfira. Ha azt akarod, hogy el legyen intézve, bízd egy nőre. Na most, a helyzet az úgy fest, hogy a választásnál sok igazság van ebben. Mert mégiscsak az asszonyok mondják meg, hogy mikor van az ebéd. Mikor érünk rá, mikor hova mehetünk a hétvégén. És nagyon fontos, hogy az asszonyok ezen a hétvégén mindenkinek azt mondják a családba, hogy a legfontosabb dolog, ami még egyébként a vasárnapi húslevest is megelőzi, az, hogy mindannyian menjünk el választani. Azt kérem a dombóvári és a környékbeli asszonyoktól, hogy az egész családot vigyék el választani. A férfiaktól pedig azt kérem, hogy természetesen semmi sem az asszonyok nem maradhatnak szégyenbe, tehát kísérjük el őket, és menjünk el mi is mindannyian választani. Sok munka van a kertben, meg az embernek ilyenkor rengeteg ötlete támad, de tisztelettel kérem önöket, csak ha megtörtént a választás, csak ha fölhívták az ismerősüket, csak ha leadták a voksot, csak ha mindenkivel beszéltek, akivel beszélni szerettek volna, és szombaton úgy tervezték, hogy az még az önök dolga, hogy azzal a dombóvárival önök beszéljenek. Ezen fog múlni. Nagy győzelem, nagy jövő. Kis győzelem, kis jövő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy megköszönjem így még egyszer, tehát a mögöttünk hagyott négy évet. Büszke vagyok arra, hogy önökkel együtt dolgozhattam és önöket szolgálhattam. Várom a választási eredményeket, izgatottan várom én is vasárnap este, és várom, hogy ismét négy évig dolgozhassam önökkel. Engedjék meg, hogy búcsúzóul azt kívánjam Dombóvár és a környék minden településén élő embernek és családnak, hogy adjon önöknek a Jóisten sok erőt, egészséget, szerető társat, boldog családot, adjon jó szomszédot, és adjon munkát, amelynek haszna, értelme és gyümölcse van. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!